Ugye eddig a múltban barangoltunk első sorba, a következő rész, blokkja a konferenciának viszont a jelenbe fog minket elkalauzolni, végigkalauzolni, és a jelen helyzettel fogunk tudni megismerkedni, vagyis múzeumokról és levéltárakról lesz szó elsősorban. És fel is kérném akkor dr. Kovács Melindát, hogy ismertesse velünk a Magyar Nemzeti Levéltár Heves-megyei levéltárában található oszmánkori iratokat. A hódoltság idejéből Gyöngyösváros levéltára 18 darab magyar nyelven írt törökkori iratot őrzött. Ebből a 18 iratból jelenleg csak 17 darab érhető el a levéltárunkban, egy lappang. De ehhez a 17 magyar nyelvű törökkori oklevélhez még egy új szerzeményünk is jött 2002-ben, amikor megvásároltunk egy Egripas által kiadott oklevelet egy magánszemélytől 25 ezer forintért. Tehát összesen 18 darab hódoltságbeli magyar nyelvű iratot szeretnék röviden bemutatni. A hódoltság idejéből Gyöngyösváros levéltára 247 darab török nyelven írt oklevelet is őriz. Ezeknek a török nyelvű okleveleknek a regesztáit Fekete Lajos már 1932-33-ban elkészítette. 10 olyan oklevél van, ami ebben a regeszta kötetben még nincs benne. Ismereteink szerint ezeknek a török okleveleknek a teljes szöveghű fordítását már elkészítette Sós Tamás, és arra vár csak, hogy megjelenjen. Hát reméljük, hogy a nagy közönség számára ez hamarosan elérhető lesz. Gyöngyösváros sajátságos helyzetéből adódik, ami azt jelentette, hogy a hódoltságban Gyöngyös szultáni magánbirtok volt, és ebből kifolyólag a középkori kiváltságaiból is többet megőrizhetett, illetve tovább működhettek, például a kereskedők, az iparosok folytathatták mesterségüket, és ez magyarázza, az országos vásáraikat is megtarthatták évente 4 alkalommal, ez magyarázza, hogy Gyöngyösváros 17. századi történetére vonatkozóan sokkal gazdagabb és változatosabb forrásanyag található a levéltárban, mint például a megye más településeiről, például Egerről. A legkorábbi irat, ami keletkezett, 1605-ből való, december 13-án kelt Nándorfehérváron, Mehmed vagy Mohamed Pasa adta ki ezt az oklevelet, és a templomoknak a megosztásáról szól, mert a 16. század közepén már megjelentek a reformátusok Gyöngyösön, és követelték, templomot kértek ők is maguknak, mert hogy a templom az nem pusztán csak a helyet, hanem az azzal járó jövedelmet is jelentette. És ebben az oklevélben a nándorfehérvári pasa azt mondja, hogy minden gyöngyösi legyen békében egymással, mert a török császár birodalmában 77 féle nemzetség él, akik nem háborgatják egymást. A piacon levő szentegyházat eddig is a pápisták birtokolták, a kolostort pedig a barátok, ezután is így legyen mindörökre, és bírják a hozzátartozó jövedelmeket is. A luterok elégedjenek meg az apácák egyházával és annak jövedelmével. Amikor megjelentek a reformátusok vagy a protestánsok Gyöngyösön, tehát evangélikusok, reformátusok egyaránt, akkor csak egy templomot használhattak, mégpedig a Szentlélek kápolnát. 1555-ben azonban kiárták a töröknél, hogy még egy templomot megszerezzenek, ez a Szent Orbán templom volt, és 1566-ban még szerették volna, hogyha a
Szent Bertalan templomnak a felét is megkapják, és pontosan arra hivatkoztak, hogy olyan nagy már a lélekszámuk, hogy többen vannak, mint a katolikusok Gyöngyösön, és akkor el is rendeltek egy lélekszámlálást, és ez nem igazolta a protestánsoknak az állítását, olyannyira nem igazolta, hogy 721 nehány katolikus és 50 valahány reformátust írtak csak össze. Tehát továbbra is azt mondta a budai pasa, hogy maradjon a korábbi megosztás, két-két templom, tehát a protestánsoknak is két templom, és a katolikusoknak is két templom. Ezt a rendeletet tulajdonképpen pár nappal később, 1605. december 21-én Nébi Hatvani Bég csak megismételte. Ő is azt mondta, hogy luterok és pápisták ki mit bírt ugyanazon templommal megelégedjék. A kötés többé fel ne bontsa, hanem úgy cselekedjetek, hogy az urak és fejedelmek között háborúság, összeveszés ne szerezzetek, mert bizony fejetekkel játszotok. A következő, Ahmed Ekri pasa parancsa a gyöngyösieknek 1614. szeptember 18-án keltezett parancs, amelyben arra utasítja a gyöngyösieket, hogy két új kocsit vigyenek azonnal Egerbe, mert azokat Konstantinápolyba fogják szállítani. A következő Béker vagy Bekér, az irodalom így ismeri, én itt Békernek vagy Bekernek olvasom, de ez teljesen végül is lényegtelen. Azt a parancsot intézi a gyöngyösi bírákhoz is, más helységek bíráihoz is, felsorolja az összes települést, amelyre vonatkozik, hogyha tolvajok mennek városukba, falvaikba, mezeikbe, erdeikbe, azokat elfoghatják és megölhetik. Ez olyannyira fontos jog volt, amit valószínű megelőzött a gyöngyösieknek a panasza, hogy ezután ugye a pasa megengedte, hogy elfoghatják a tolvajokat és meg is ölhetik. Ezt alátámasztja még a több török nyelvű oklevél, például Jászberény esetében, akik 1637 és 69 között 16 alkalommal ismertették el a pasákkal ezt a jogukat, hogy megölhetik a tolvajokat. Hát a következő, az úgynevezett ötös számú irat sajnos nagyon töredékesen maradt meg, és ahogy az iratnak a képén lehet is látni, meg is égett 1654-es tűzvész során valószínű, úgyhogy nagyon nehéz belőle, talán a Musza pasa, tehát a nevét lehet a felét látni, meg hogy tudjuk, hogy 1633-as keltezésű ez az oklevél, hogy akkor ki volt a budai pasa. Ebben három dologról intézkedik tulajdonképpen. Az első az talán a hatvaniaknak a borkiviteli vámja, a másodikat egyáltalán nem lehet elolvasni, és a harmadik valamilyen összeget kér, hogy azt vigyék Budára. A következő 1658. december 8-án keletkezett Hussein Egri pasa parancsa a Gyöngyös és Szolnok közötti falvak bíráinak a számára, hogy mindig biztosítsák a lovakat a Szolnokra tartó gyöngyösieknek a számára. Veszeködés és késedelem nélkül el nem ulasszatok, mert karóban száradtok, hangzik a büntetés vagy az átok formula az oklevél végén. Június 9-én kelt Hasszán Aga, aki Iszmaél budai pasának a tihája, kihája, helyettes bégje volt. Ő is a gyöngyösi bírákhoz intézi ezt a parancsot, hogy nagyon sokan fogyasztanak úgy a városban, esznek, isznak, dorbézolnak és nem fizetnek, míg a kocsikat is elviszik a városból, valamint a gyöngyösiek élelmét, és hogy ezt a bíró ne engedje meg. Ez is egy nagyon komoly visszatérő probléma volt a város életében, mert ez önmagában csak egy ilyen magyar nyelvű irat, de a török oklevelek regesztáiból tudjuk, hogy ez nagyon gyakran előfordult,
és nagyon sokszor van a parancs, hogy próbálják ezt a bírák és az esküdtek megakadályozni, mert ilyen tiltórendelet a török oklevelek között 8-10 darab is található. A következő szintén ugyanennek a budai agának a parancsa, ugyancsak Gyöngyöshöz, természetesen a gyöngyösi bíráknak a számára, hogy azokat az okleveleket, amiket a császár, a szultán kiadott, a pasák, a bégek, az agák, azokat a leveleket mindet vigyék Budára. Ha nem teszik meg az adott napig, azaz jövő vasárnapig, hangzik a levélben, rájuk küldi a hatvani sereget, a lábuk a földet nem éri, úgy beviteti őket. A következő, most kettőt mentem? Igen. 1665. november 9-én keltezett parancs Mehmet Tihája, tehát az is egy helyettes pasa rendelete, amelyben azt parancsolja a gyöngyösi főbírónak és esküdteknek, hogy azt az embert vagy azokat az embereket, akik átadták az előírt adót, azokat a mondott napra vigyék be ő hozzá, és azok adjanak számot arról, hogy hogy történt az adónak az átadása, rendben van-e minden, tehát meg akarta, gondolom, vizsgálni, hogy hogy történt. Muszli Egri pasa parancsa a gyöngyösi bíráknak és polgároknak 1676. július 21-én. A császár úgy parancsolja, hogy régi szokás szerint 60-ban tartoztok szolgálni. Ez szintén a török oklevelek mellett bizonyítja azt, hogy hiába, hogy 60 vagy Gyöngyös a 60-i szandzsáknak a területén feküdt, tehát elsősorban a 60-i várépítésen kellett volna részt venniük, szolgálniuk, ettől függetlenül előfordult, hogy olykor az egri vagy más szolnoki pasa is behívta, és építkezniük, dolgozni kellett a váraknál, mert ezt is több oklevélben olvashatjuk. Ugyancsak Muszli Egri pasának az oklevel 1677. augusztus 2-áról, itt konkrétan megnevezi azokat az embereket, akiket szeretné, hogyha bevinnék, vagy bemennének hozzá, és 1650 forintot kell vinniük magukkal. Ha ezen parancsolatunkban el nem jártok, nyargalókkal behozatunk és megpálcázunk, hogy mely az anyátok csöcsiből tejet szoptatok, az is keserűvé fordul. A dolgot pedig 100 tallér bírság alatt parancsoljuk. Tehát a büntetés, a fenyege, az minden oklevél végén szinte megtalálható, itt viszont már még a bírság is megjelenik, amiről tudjuk, hogy tulajdonképpen egy plusz adó nem volt a töröknél. Hát a következő dolog, nem pontosan tudom mind a 10 pontot értelmezni, mert olvasati problémáim vannak, de hogyha valaki szeretné, akkor az nyugodtan próbálkozhat vele. Itt az a lényeg, hogy a 60-i bég kéri a gyöngyösi bíráktól, hogy melyek azok a dolgok, amiket vigyenek be neki. Hát amit biztosra megértettem, hogy az örökös nélkül, tehát akinek nincs maradéka, azután marad dolgokat, vagy bármit, amit szabadon, úgymond gazdátlanul találnak, azokat vigyék be neki. Tulajdonképpen 10 pontból áll, a többit sajnos nem tudom értelmezni. És már ez az előző kívánságlista is datálatlanok levél, csak a nap van meg, és a hónap július 27-éről való. Ebben nem segített semmi olyan, amiből be tudtam volna esetleg egy picit is azonosítani, hogy mikor keletkezhetett az oklevél. Halil 60-i aga parancsa viszont 1619 és 1622 közé tehető, úgy gondolom, hogy ő akkor volt 60-i aga abban az időszakban, tehát valamikor akkor keletkezhetett ez az oklevél. Ebben pedig azt a rendelkezést, azt a parancsot adja, hogy ha valakinek a halászi földön van búzája vagy szántóföldje, azok kötelesek bemenni hozzá, eléje, és a szolgabíróval
szolgabíróval együtt vigyék a leveleiket is. Szkender hatvani bég a gyöngyösi és a sári bírákhoz intézett parancsa, amely szintén lényeges dologról szól, amiről már a korábbi okleveleknél is említettem, a gyilkosoknak az elfogása. Itt azt a rendelkezést adja a hatvani bég, hogy 12 nap alatt kötelesek elfogni, mert különben 1000 forint bírsággal bünteti őket. És Szkender bég, muszlipasa, alipasa ugyanígy a bírsággal fenyegetett, vagy a oklevél végén. Egy ugyancsak megfejtésre váló keresztrejtvény számomra hiába magyar nyelvű. Hatvani bég a gyöngyösiekhez még a tárgyát sem sikerült megállapítanom. Úgyhogy menjünk is tovább. Az utolsó pedig Moharen bégnek a gyöngyösi bíróhoz intézett parancsa lólopás ügyében keletkezett. Moharemről pedig annyit lehet tudni, hogy 1622 után volt hatvani bég. Tehát ez a 17 darab magyar nyelvű török oklevél Gyöngyösváros levéltárából, és ez az új szerzeményünk, hát végül is annyira már nem új, 2002-ben vásároltuk meg egy magánszemélytől. Ő úgy gondolta, hogy mivel az Egripas adta ki ezt az oklevelet, talán a Heves megyei levéltárban van a legjobb helyen. És ez tulajdonképpen 1649-ben keletkezett hitlevél, oltalomlevél, Kinizsi Pál, Kinizsi András özvegye, leánya Kinizsi Anna és férje Illési Pál részére. Musztafa pasa magát ebben Végeger várának, Tisza és Duna között való helynek és hadainak gondviselő ura és parancsolójának nevezi. Ez a megnevezés is egyértelműen jelzi, hogy Egervára pasalik székhely volt. Ugyanígy ez a megnevezés található a korábban bemutatott Béker, Ahmed, Hussein, Muszli és Ali Egri pasa okleveleiben is. Tehát ha oklevéltanilag nézzük ezeket a magyar nyelvű török okleveleket, akkor nagyjából hasonlít a magyar oklevelekhez, tehát az első három sor az oklevél felső részén, az, amit az előbb felolvastam, de... Tehát a felső három sorban van ugye az oklevél kibocsátójának a teljes címe felsorolva. Utána található, amiről végül is a végén kellene beszélni, a pecsét és a pencse, ami a tisztségviselőnek, a török tisztségviselőnek ez a kaligrafikus jele, jegye, névjegye, ami a szultáni okleveleken a turra vagy tugra, nem tudom pontosan, csak magyarosan mondani én. Tehát ezt ugyanazt a célt szolgálta, hogy vagy mint egy magyar oklevélen a pecsét, az oklevélnek a befejezettségét és a hitelességét volt hivatott bizonyítani. Ezután pedig kezdődik maga az oklevélnek a szövege, ott pedig a címzés, hogy tulajdonképpen kiknek, kinek adja, kinek szól ez a levél, és kiknek kell erről tudniuk. A császár birodalma és uralma alatt levő valamennyi vezérnek, Szandzsák bégnek, Alaj bégnek, Janicsár agáknak és Csorbacsiknak, Gyömli agáknak, Gyömli bujogbasáknak, Bésli agáknak és Bésli odabasáknak, stb. Adja tudtára Musztafa pasa az alábbiakat. Kinizsi András özvegye és lánya, Anna férje Illési Pál minden házuk népével és cselédeikkel együtt a császárnak fejet hajtanak, hódolnak és adóznak, cserébe, becsületét, török hitét, emberségét, tisztségét bizonyságul hívva adja ezt a hitlevelet a pasa. Ennek birtokában a hitlevélnek a tulajdonosai szabadon járhattak, kelhettek a hódolt településeken és a hódolatlanokon kívül is. Ez a hitlevél, oltalomlevél tulajdonképpen a személyazonosságot igazolta és a személyes biztonságot garantálta.
ez a két település, ahol hódoltak ez a Kinizsi család és tagjai, az Borsodabau-Zemplén megye Szikszói járásában Nagybaksa és Nagykinizs és Baksa. Ez mind a kettő Hernádparti település, Nagykinizs ma is önálló település, Baksa pedig, most valami egy picit más a település neve, elnézést kérek. 1649 Szent Jakab havának 8. napján, azaz július 8-án kelt ez a hitlevél. És végezetül egy kis összesítés erről a 18 darab iratról, ami nagyon kevés, tehát nagyon nagy elemzésekre lehetőséget nem ad, inkább csak a török oklevelekkel való összevetés ad majd erre lehetőséget, hogyha a teljes fordítás is elérhető lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket!